Vagy például a szankció egy furkosbot, amivel valakit tudok zsarolni. Most így a zsarolás, furkosbot, szankció ebben az esetben, amiről beszélgetni fogunk, pont Oroszország esetében nem biztos a leghatékonyabb. Kis Rajmond a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője tartott előadást a tárgyalás fontosságáról. A szakmai esemény apropóját a közelmúltban kirobbant orosz-ukrán háború kezelésében nagy szerepet betöltő diplomácia adta. A diplomácia szerepe a háborúban, ez lesz a témánk, ez a mai témánk, ezen belül pedig tárgyalási stratégia, ki kivel tárgyal, miért tárgyal, vajon el lehet-e érni most a tűzszünetet, a békét, de nem csak az orosz és az ukrán konfliktus kapcsán, hanem egyébként is, hogy tulajdonképpen mi a szerepe a diplomáciának konfliktusos helyzetekben. Fegyver még nem oldott meg háborút, a nap végén mindig diplomácia fogja, előbb-utóbb a felek mindig tárgyalóasztalhoz ülnek, és diplomáciai tárgyalások útján megegyeznek. A lényeg, hogy úgy egyezzenek meg, hogy ez egy fenntartható, pozitív, jó megoldás legyen mindkét fél számára, hiszen hogyha valamelyik fél nem elégedett, abból szokott következni esetleg egy következő konfliktus, egy következő háború. A diplomáciai tárgyaláson belül a legnehezebb a béketárgyalás, hiszen emberek vagyunk, félelmeink vannak, érzelmeink vannak, és nagyon nehéz leválasztani, akár a tárgyaló partnert, hogyha nem szimpatikus, mert mondjuk előtte éppen háborúban voltam vele. A legnehezebb ilyenkor az emberi tényezőt kiszűrni, ezért is mindig ilyenkor van egy képviselő fél, aki segít, akiben mindenki megbízik. Ez egy harmadik ország, akár egy negyedik is segíthet, hogy a háborúban álló felek higgadtan tudjanak egymással kommunikálni, egymással tárgyalni. Az orosz-ukrán konfliktus megoldásában folyamatosan jelen vannak a diplomáciai tárgyalások. Az európai nemzetek vezetői azon vannak, hogy a háborús helyzet minél előbb megoldásra kerüljön. Csak az elmúlt egy hétben láthattuk, hallhattuk, hogy újra beindult a diplomáciai nagyüzem. A német külügyminiszter éppen Kijevben van, Budapesten tárgyalt az Európai Bizottság elnöke, de Macron elnök szintén telefonon tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel, közben a kínai elnök is bekapcsolódott, már Olaf Scholz-szal, német kancellárral tárgyalt, Emmanuel Macronnal is, mindenki tárgyal mindenkivel, reméljük, hogy ebből fog majd kialakulni egy olyan közös, konszenzusos javaslat, amit majd el tud fogadni Oroszország és Ukrajna. Az agressziót követően azonnal tárgyalóasztalhoz ültek a felek, és nem beszélünk róla, de tulajdonképpen ők online most is kapcsolatban vannak, de volt Belarusban és volt Isztambulban is forduló. Azóta elhidegült a viszony, kevésbé a tárgyalás, inkább a fronton, a harcokban dúlik a háború. Hogy mennyire lesz eredményes az európai diplomácia az orosz-ukrán háborúban, vagy hatásosak-e a nyugati gazdasági szankciók? Ezekre a kérdésekre remélhettek választ azok, akik ellátogattak az MCC szekszárdi székhelyen tartott előadására.